Az új többség egyik első döntése volt, hogy 30 milliós keretet különítettek el játszóterek felújítására, amire 9 éven át nem volt példa. A város 72 játszóterének fele rossz állapotban van, ezeket lépésről lépésre fogják korszerűsíteni, ígérte sajtótájékoztatóján Nemény András. Az éjjel Szombathely Választási Szövetség polgármester jelöltje a Károly Róbert utcai játszótér fejlesztését mutatta be és fél millió forintból új játszóelemet telepítettek, és a többi játék is megújult. A közeljövőben a Parkerdei lakóparkban alakítanak ki teljesen új játszóteret, és további hatot bővítenek. Német ákos képviselőjelölt arról beszélt, hogy a körösi utcai játszótérre is új elemet telepítenek két millió forintból, ezt két-három héten belül birtokba vehetik a gyerekek.